Volt már 100 forintos platina, volt már 50 forintos platina. Innen már csak úgy mehetünk lentebb, ha 0 forintos ingyenes platinát nézünk. Például ingyenes a Disney Speedstorm és az ottani trófeák között nincsen platina, csak bronz, arany. Ugyanez a helyzet a Robloxal, ott is a trófeák száma 8, de nincs platina. Vagy a legutóbb ingyenes, amit játszottam, az X-Defiant, 13 trófea közül egyik se platina. Viszont van nekünk egy megmentőnk. Ingyenes, és van platina trófeája. Ez pedig nem más, mint a Fall Guys helyett a Stumble Guys. Egyébként a Stumble Guys-t PC-n én végigjátszottam 35 a 36 trófeából az achievementek. Azért hiányzik egy, mert az bágos, az nem működik. Hiába próbáltam úgy, mint a Fall Guys-szal megszerezni, de az bágos. Na reméljük, ilyen gond nem lesz a Stumble Guys PS5-ös változatával. Azt töltöm be, és platinázom, na akkor be kell jelentkezni esetleg? Igen, bejelentkezünk, és lehet, hogy feloldódnak azok a dolgok, amiket eddig megszereztünk, meglátjuk. Na itt van a spongyabobos event, úgy tűnik, de nem sikerült összekapcsolni, vagy mi a helyzet? Ah, most már jó, ezzel be akarok jelentkezni, igen. Hoppá, egy champion trófea beugrott, itt akkor lehet, hogy beadjat. Csak egy trófea jött be? Hadd nézzem. Nem, 8-at adott be, 8 per 38-at megadott egyből. Tehát ez a 8-a champion, az arany trófea, aztán a trophy collector, ami bronz, a leveling up, hogy megvan 10.000 XP, standout, hogy 40 skint feloldottam, és a mosolygó, hogy 20 emote-ot összeszedtem, a show off, ami 10 animációt, eat my dust, 5 különböző lépést, és a Master Champion, hogy első legyek a 32 játékosból 5-ször feloldottam. Ezeket ugye a PC-s játszásaim során történt meg a feloldás. Amúgy nem túl sokat játszottam, 2023 júniusa, és a legutolsó élő az a decemberi volt. És ugye ennyi idő alatt fel tudtam oldani az összes Steam-es achievementet, de most platinázzuk itt a PlayStation-en. Van egy trófea, hogy változtassuk meg a színünket, úgyhogy azt mondom, hogy legyen akkor zöld szín. Ez az Express Yourself trófea. Aztán a shopba megnézem, hogy pörgetni... Nincs ingyenes pörgetni... Várj. Mert ugye 50 alkalommal kell pörgetni, és az jó lenne, hogyha mondjuk ez pörgetésnek számít, ez a 90, mert ez mondjuk... Jó, ez a Lucky Spin. Ugye ezeket azért könnyebben össze lehet szerezni. 50 pörgetés kell nekünk. Hát ez legendary-ra? Nem baj, ez is meg duplicate, akkor ugye visszaad valamennyit. És egyébként ott számolja, hogy 1 per 50. Na de a legtöbb trófea az, hogy jussunk tovább bizonyos pályákon, és hát ehhez két mód van. Az egyik, hogy játszunk simán, a másik pedig, hogy party módban egy custom game-be beválasztjuk, hogy az legyen a pálya, amihez éppen a trófea tartozik. Kiválasztjuk, csak az legyen, tehát clear all, kitöröljük az összeset, kivéve azt, amit mondjuk szeretnénk, hogy azt kéri a trófea, hogy a láva lenden győzzünk. Ezt kell végig grindolni. De előtte megyek egy sima meccset. Na nézzük akkor, milyen ez a... Ott vannak a PlayStation jelölések, meg a PC jelölések. Oké. Mert ugye kellenek olyan csillagokat kell gyűjteni, és hát az volt a Steamen, hogy azt hiába megszereztem a csillagot, nekem nem adta be azt az achievementet. Úgyhogy remélem itt nem bágos a PlayStation-en. Na lássuk, hát harmadik, negyediknek bejutok. Lássuk itt ezt a második versenyzést, a 8, top 8 tovább jut. Oké. Nagyon versenyzünk itt napos 2012-vel, a napos csibével. Na gyere akkor! Temple Ruin, oké. Ez a Crash Bandicoot. Aj, pont beakadtunk. Na várjál, lehet, hogy... Új, ott lesz pedig a győzelem. Hát azt mondom, negyediknek beérek? Igen, negyediknek beértem. A drága jó öreg Block Dash, ez lesz az utcsó? Igen, 7. Aki bennmarad, az fog nyerni. Na jó van. Van olyan trófa is, hogy használjunk ugye emote-okat, tehát mondjuk ezeket az emote-okat kell használni, úgyhogy erre ezt el lehet spammelni, azt hiszem 100 emote-ot kell használni, és akkor kész, akkor az is egy trófea. De várj, óvatosan, jó van, csak lenne. Ez az arany, ez nekem az arany figura.
Nekem gyanús, nekem nagyon gyanús az aranyfigura. Hogy mit csináltott? Trükköz? Ó, hoppa, trükkös aranyfigura! Ó, na itt leszünk bajba. Hey, napos. Naposan fogunk döntőzni. Napos döntőt kívánok mindenkinek, és ezzel szerintem... Vinyáték meg! Ez az! Jó, a blogdash trófea meg is jött, hogy akkor túljutottam a blogdash-re. És megvan az IC Stars, megvannak a csillagok is, amik kellettek, plusz 500 csillag ugye összejött. Hát ennyi kellett. Na és akkor most nézem a trófeákat egyesével, hogy melyik meccsen haladjak végig. Ezt a custom-en csinálom meg botokkal. Ez itt a bot bash, ugye jönnek azok a bogarak, és túl kell élni. Következő egy verseny a Paint to Splash, végig kell versenyezni. És hát botok ellen, hát első vagyok, igen. A gyerünk, nézzük a Jungle Roll versenyt. Rocket Rumble, itt el kell foglalni a zászlókat, és úgy nyerünk, hogy az idő lejártával kinek van több zászló. Lost Temple, az elveszett templom versenyének meggyőzé. Oj! Laser Tracer, jönnek a lézerek, és ki kell kerülni, túl kell élni. Super Slide, na gyerünk, csúszkáljunk egy jót. A csúszdázás itt kezdődik, innen Space Race, megyünk és versenyzünk az űrbe. Lava Land, fent kell maradni a sziklákon, nehogy a lávába kerül. Bombardment, fent maradni újra, csak most a bombázás kell túlélni, amit az a kalauz hajó küld felé. Focizás, hadd szóljon, Stumble Soccer, Honey Drop, na esetek lefelé, botok, lávarás versenyzés. Rágyukkal lövöldöznek a Cannon Climb című meccsen. Na itt van a libikaukázás a Floor Flip című pályán. Over and Under, újabb verseny. Pivot Rush, Pivot Push inkább. Humble Stumble, újabb verseny. Trial, Fall, vagy a Fall Guysból a Tiptoe, ez egy jó kis menet. Vannak ilyen mezők, amelyik piros az leesik, amelyik zöld az mehet, így kell végig jutni. Bingo Round, újabb versenyzés, pörögnek itt a pörgő. Icy Heights, jeges csúszkálós versenyzés. Rush Hour, ez nagyon jó Crash 4 pálya, illetve jó túlélés Stumble Guysban. És ezek voltak a továbbjutós trófeák, tehát hogy valamilyen bizonyos pályán jussunk tovább, és már csak 4 trófea maradt a platináig. Kell nekünk akkor 50 alkalom pörgetni. Ehhez pedig ezért mondtam, hogy ingyenes ez a platina trófea, úgyis vagy fizetnünk kell, vagy pedig nagyon sokat játszani a Stumble Pass-en, feloldani dolgokat. Ugyanis itt is van random skin pörgetés, tehát a Lucky Spin az itt benne van, és ez is egy pörgetést jelent nekünk az 50-hez. De hát ugye ahhoz végig kell nyomni a Stumble Pass ingyenes részét, és elkölteni pörgetésre, illetve vagy pedig meg kell venni, tehát ugyanúgy a prémium részt akkor meg kell venni, de kiemelném, hogy ingyenes maradhat, ha türelmes vagy, tehát ha sokáig játszol, akkor össze tudod szedni azokat a pörgetéseket, vagy drágakőből, vagy Stumble Tokenből, vagy az ingyenes Stumble Pass-es pörgetésből meg lehet. És a maradék 3 trófeát, azaz a 100 emote-ot, a 100 előrehaladást és a 300 pálya játszást ezen a pályán, a Space Drop-on fogom megszerezni, custom-be berakjuk a 3 kört, mind a 3 space drop, mert ez az, amit a leggyorsabban botokkal be lehet fejezni. Ők általában elég hamar leesnek, és be is fejeződik. Tehát közbeszerzed az emote-okat, és farmolod ezt a pályát újra és újra és újra és újra, amíg nincs meg a 100 továbbjutás, illetve a 300 alkalommal való játszás, mert utána megvan a platina trófea. Ez egy egyszerű platina trófea volt igazából, hogyha fizetsz a pörgetésért, vagy hogyha türelmes vagy, de ami ideg örlő volt, az ez a Fall Guys platinázás. 2 évbe került, csak ennyit mondok.